Magyarországon évente fejenként 65-68 kg élelmiszert dobnak ki a szemetesbe. Az élelmiszer hulladékok több mint fele a háztartásokból kerül ki. Évente 88 millió tonna élelmiszer vész kárba az Európai Unióban, Magyarországon pedig családonként 270 kg. Az évente elpazarolt élelmiszer mennyiség több mint 500 000 ember teljes körű éves élelmezését fedezné hazánkban. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kutatása szerint a veszteség pénzben kifejezett értéke több mint 170 milliárd forint. Egy átlagos magyar állampolgár évi termelt élelmiszer hulladékának 49%-a elkerülhető hulladék, vagyis pazarlás eredménye. Az is lényeges, hogy a mégis kidobni szándékozott maradékot hogyan tesszük a hulladéktárolókba. A szakemberek azt tapasztalják, hogy egyre jobban növekszik az ételmaradékok mennyisége a hulladékban. A közszolgáltatásnak jelenleg nem része a lakossági ételmaradék szelektív hulladék gyűjtése. Hazánkban nagyobb konyhák, intézmények esetében azonban léteznek erre specializálódott cégek, amelyek elvégzik az ételhulladék begyűjtését. Ez azért káros, és azért lenne jó ezt minél alacsonyabb szintre szorítani, mert ez amikor belekerül a vegyes hulladékba, a hulladék elhelyezését követően, tehát a depóniában történő lebomlás során metángáz fejlődik belőle, ami erőteljes üvegházhatású gáz. Tehát a lakosságnál keletkező ételmaradék összmennyiségében növekszik, de még mindig olyan kicsi, hogy külön gyűjteni a sajnos nem tudjuk ingatlanoktól, ezért a vegyes hulladékba kerül, éppen ezért törekedni kellene, hogy minél kevesebb kerüljön abba bele. Az ügyvezető elmondta, egy átlagos háztartás számára a legegyszerűbb módszer, hogy a vásárlás pillanatában csökkentik a jövőbeni hulladékot, és csak azt veszik meg, amire valóban szükségük van. További egyszerű módszer, hogy megtervezik a bevásárló listát, illetve az otthonukban megfelelő módon tárolják az élelmiszer alapanyagokat és a kész ételeket. Emellett léteznek élelmiszerbankok, amelyek az iparban és a kereskedelemben keletkezett felesleges, de fogyasztható élelmiszereket összegyűjtik, és karitatív szervezeteken keresztül adományként juttatják a rászorulóknak. Jó napot! Egy szállángot kóbát szeretnék. Igenis! Kérem, mit csinál? Miért cipelne annyit, hölgyem? Az ételek egyharmada úgyis a szemétbe kerül. Éj maradéktalanul elnevezéssel társadalmi célú kampányt is indított a Média Unió Alapítvány az élelmiszer pazarlás visszaszorítása érdekében. Az idén augusztustól 2021. februárig tartó kezdeményezés során az élelmiszer pazarlással kapcsolatos szemlélet formálására középpontban, hosszú távon pedig az élelmiszer pazarlás csökkentésére törekszenek.